Szervusztok! Az idei év, 2020-as év első nagyobb terjedelmű, hosszabb Fűrészmánia filmét fogjuk most bemutatni nektek. Sajnos az Attila és a Gábor ebben a filmben nem fog szerepelni, mert nem ért rá egyikük sem. Nem úgy alakultak az új évi dolgok. Viszont egy régebbi ismerőssel találkozhatunk, mégpedig a Bajnokkal. Mert a Bajnok invitált meg egy favágásra, sőt, a lényegi része az egésznek, hogy nem csak a Bajnok itt a Bajnok, hanem lesz itt még egy Bajnok. Úgyhogy ez lehet, hogy egy ilyen bajnokos film lesz. Azt tudom, hogy amit előre tudok, hogy ezeket a fákat, ha jól tudom, ilyen 10 darab nagyobb nyárfáról van szó, némelyiket meg kell irányítani abban az értelemben, hogy meg is lesz csörlőzve akár. Úgyhogy ebben az értelemben érdekes lehet ez a film, annak, aki szereti az ilyen jellegű technológiai bemutatókat. Tovább nem megyek, mert már védősisak használata kötelező lenne. Így néz ki a dolog. Éppen a Bajnok bombáz. Döntögeti a kerítést. Lázomom. Ott van a Bajnok. És meg szeretném nektek mutatni egy másik Bajnokot, akiről meséltem. Jó napot kívánok! Szervusz, Krisztián! Szevasz! Szevasz! Ugye a nézők már találkozhattak veled Fűrészmánia filmben. Igen, Fűrészmánia filmben lett. A Gencsapát is. Így van. Filmbe. Mi fog itt történni? Mesélj valamit, gyere! Hát a elkövetkezendő két napban ezeket a nyárfákat fogjuk tulajdonképpen kivágni, az első három, amit még láttok állva, tehát balról az első három, az igen, döntésre kerül. A többit, ahol az István most fent van, a Bajnok, ugye? A Bajnok, így van, azokat annyira megpróbáljuk fölgajazni, hogy ide el tudjuk őket fektetni. Tehát ugye egy kicsit meg lesz szabadítva a súlypontok. Így van. Tehát az ellenkező, mert innen messziről jól látszik, hogy egy kicsit errefelé, igen, és így az épület irányába épület húz irányába mindegyik húz. Szinte. Ott van egy elektromos vezeték, telefonvezeték. Igen, azt mutatom. A kerítés le lett bontva, mert újra lesz építve. Tehát ott mi... De azért lesz újra építve, mert összedöntöttétek, vagy azért, mert ez volt az eredeti terv? Nem, ez volt az eredeti terv. Jó. Ezt azért muszáj megjegyezni, mert a nézők nagyon kritikusak, tudod. Persze. Azért. YouTube hozzászólások azok általában mindig úgy vannak, hogy rögtön azzal kezdik, hogy milyen béna így vagy. Van. Tehát ennek az almafának eszmei érték... Szevasz, Bajnok! Hello! Ma az egy hektáron lévő, hogy is mondjam, legtöbb Bajnok egy helyen. Ha már te is Bajnok vagy, bazd meg, standard, ne? Végül is igen. Na. Tehát ennek az almafának, ami előttünk van, eszmei értéke van, ezt muszáj állva hagynunk. Az mit jelent, hogy eszmei értéke van? Hát, pici helyi kötődés van, mert az valamikor itt került nemesítésre, azt látszik is, hogy ez alul egy kicsit ilyen furcsán nőtt, és a ház miatt, meg a hely miatt muszáj, hogy állva maradjon. Tehát arra vigyázzunk, hogy ezt nem szabad összetűrni, a másik kicsit azt effektíve a polgármester az áldását adta rá, hogyha annak a körtefának mennie kell, akkor mehet. De ugye azt is megpróbáljuk elkerülni azért. Így van, megpróbáljuk elkerülni azt is. Jó, jó. Tehát hogy van itt akkor műsor, azért elég nagy fák, igen, arról lehet beszélni, hogy 20 méter fölöttiek, nem? 20 méter fölötti fák, tehát az, ami soron következik, olyan 26 méter fölötti fák. Jelen pillanatban lehet. Úgy néz ki, hogy az a legmagasabb. Így van. Jó, és ez milyen technológiával lesz berántva ide? Hát a dobozsinorral megpróbálunk mindenhol átdobni egy erősebb ágvillát, arra fűzünk be egy húzókötelet, van egy traktorunk. Az a kis traki? Így van, az a kis traki. Meg fogja tudni húzni? Meg persze, már bizonyította, tehát azt a fát. Ja, tehát ugye amíg én késve ide értem, addig ezt a kettőt. Azt a kettőt már kihúztátok vele. Így van. Tehát kicsi a bors, de erős típusú traktor. Kicsi a bors, de erős, így van. Jól van, oké. Akkor én is beöltözök a megfelelő munkavédelmi ruházatba, és akkor amit tudok, segítek, jó?
törtefa mellett. Na Krisztián, gyere! Mit mondtál előbb? Mit mondtam az előbb? Igen? Mikor nem ment a kamera? Ja. Hogy kamerázni szeretné, vagy én szeretnék kamerázni, hogy a Balázs csinálja a riportot a polgárosnál. Szépen ahhoz kívánok! Szavazd, Jenes Zoltán! Renofer Balázs! Na, egy kicsit fújtatok, mert most fűrészeltem. Krisztián mondta, hogy van egy-két érdekesség itt a falu történetében. Jó lenne, elnézést, hogy a kicsit meg van nedvesedve az orrom, hogy a falu történetében van egy-két említésre méltó érdekesség, amit akár mi filmünkbe bele lehetne helyezni. Már a fakivágással kapcsolatban... Ne, hát úgy általában. Miről híres a falu? Milyen hát egyébként, tehát itt a fakivágásnak régen nagy hagyománya volt, igen? Mert tehát még az 50-es években a lakosságnak körülbelül a 60-70% az kapcsolódott az erdőhöz. Fakitermeléshez. Hát meg a csemeteültetés, asszonyok, csemeteápolás. Aztán nyilván, ahogy az Krisztián erdő... Krisztián benne volt a bújba. Igen, hát szomszédok voltunk, én meg fakiterveléssel foglalkoztam 15 évig. Igen. Tehát mi dolgoztunk is együtt, ahol ő volt az erdész, mi meg voltunk a vállalkozó.
Aztán utána, hogy a, tehát maga az erdőgazdálkodás, meg az, az egész gépesítés előre haladt, úgy aztán szépen eltűnt ez a szakma itt a menetülésről. Ma már Isten igazából egy vállalkozó van, aki még művelésbe részt vesz. Aztán az emberek is elfogytak, az idősített a település. Milyen erdőterület jellemző itt? Milyen? Hát alapvetően ugye az állami erdőgazdaság az a Börzsöny magasabb részeit használja, vagy ott gazdálkodik, ott alapvetően ugye tölgyes, cseres, gyertyános erdők vannak az alacsonyabb szinten, följebb pedig bükk, gyertyán keverekkel, aztán végig csak bükk, tehát a magasabb helyeken. Van egy pár hektár ültetett fenyves, amik mennek tönkre, ezeket lecserélik. A széleken meg akác, tehát ugye, hogy a... És a, ugye nagyon sok ilyen mezőgazdasági terület elhagyásra került a domboldalakon. Szőlőhegyek ezek most már gyakorlatilag akácosok lettek. Uh-huh. Elvadult ugye invazív fagy. Na jó, és mi, miről nevezett a maga a település, hát az ugye... Mert nekem valamikor, már, Krisztián, valamikor két önálló település volt, Bernece és Baráti. Ugye az okleveles említések azok 1156, ha most jól emlékszem a pontos számra, az első említés. Az ugye Baráti vonatkozásban, ugye mert itt az oklevelek szerint a Garamszentmihályi apátságnak volt valamiféle birtoka és valamiféle filiája, amit ugyanúgy a török pusztításban nem nagyon maradt meg se okirat, se épület, de kerültek elő olyan faragott kövek, amik azt felúszínűsítik, hogy valami komolyabb egyházi építmény lehetett, illetve maga a földváron belül a templom, ami hát egy ilyen felújításon, falkutatás alapján azt valószínűsíthetjük, hogy a nagy Börzsönyivel egyidős. Tehát? Hát az azt jelenti, hogy Szent István kori, vagyis hát a Szent István kori kell érteni a 11. század. Igen. Valószínűsíthető az első kis templom az akkor már hát akkor 1000 éves templom volt, beszélünk. Igen. Aztán ugye érdekes maga a falunak a... Hát most már ugye ez eltűnt a két falu között itt. Embertani jellemzők, mert ugye a baráti rész az ugye mi a egyházi birtok volt, ide szláv földműveseket is hoztak, és teljesen más embertípus volt, tehát bőrszínre, hajra, mint a bernecei rész, mert ott meg tehát a magyarok telepedtek meg, tehát magasság, bőrszínbeli különbség. Igen. És hát két különböző és egyébként az élettartamban is, tehát a bernecei részen jobban a hegydom, vagy a hegyoldalban laktak, és ugye a régi leírások szerint ezek hosszabb életűek voltak, mint a barátiak. És hát valamennyi török a kiűzés után az keveredett ide Bernecére is, illetve Perőcsénybe, tehát visszamaradtak ilyen török, tehát Drégeivárba szolgáló, hát nem biztos, hogy törökök voltak, lehet, hogy szerb vagy bármilyen nemzetiségűre. És bocsánat, hogy szavába vágok, de Krisztián említett nekem itt neves embereket. Ja, hát igen, tehát... Kettőről beszéltünk, ugye Krisztián? A kamera végén ott mosolyogám. Aki ugye hát itt nagyon... Talán egy kicsit méltatlanul keveset beszélnek róla, az a Szokolyi Alajos, aki ugyan a felvidéken született, de itt nevelkedett egész 3 éves korától a keresztüleinél. Ugye az első úrkori olimpián síkfutásba lett 3. helyezett, és 1-es hajtszámmal indult, tehát 1896-ban. És tehát gyakorlatilag orvosnak tanul, és az ipolysági kórházban gyakorlaton van, vagy gyakornoki idejét tölti, mikor a Bertolt grófnak a lánya megbetegszik Magyarországba, és ugye őt küldik oda a kórház igazgató, hogy gyógyítsa a lányt, aztán nagy szerelem lesz, és a gróf nem akarja hozzáadni a leányt, mert ugye alacsony a rang volt. Tehát az orvosi rang az ugye ez egy alantas szakmának számított egy ilyen magas körbe. És ugye a legenda szerint a Sisa Pista, aki egy etnográdi betyár volt, 20 évet ült a gyilkosságért, az akkor éppen a Bertolt grófnak a szolgálatába állt, amikor ugye kiszabadul, és legenda szerint megfogadta Sisát, hogy ölje meg a Szokóit, mert ugye, hogy ne a szégyen a családon ne legyen, és hogy ugye álmába történt volna meg ez a kivégzés, de ugye Szokói ébren aludt, és ugye egy más szemébe néztek, akkor ugye a betyár elejtette a pisztolyt, másnap megtért, elment a templomba, és utána valami lehetett a történetben, mert utána meg elhozta ide az asszonnyal együtt a Szokóit, tehát élete végéig meggyámolította ezt az öreg betyárt. Hát aztán ugye rengeteg ilyen helyi legenda van, hogy megpatkolja a menyecskét, meg
ugye fönt a kastélyba. Lehet, hogy megpatkolta egyébként, csak nem biztos, hogy abban az értelemben. Itt van, eltövetve egyébként. Igen, és ugye a kastélyba ott a urak nagy hencegő vadászat után, most jön a sisapistejük, hogy elintéznék, és akkor a Szokói beöltözteti őt ilyen rablónak, bemegy pisztollyal, és akkor mindenki megijed, és akkor kifosztja őket. De hát ezt visszaadja a pénzt. Tehát vannak ilyen történetek. Itt van ő is egyébként eltemetve, és a Szokói is, tehát a feleségével. Jó. Még, akkor beszéljünk még egy röviden, nagy vonalakban arról, hogy miért kerülnek ezek a fák kivágásra, hogy egy kicsit a hát szakmát is érintjük. Igen, tehát tulajdonképpen... Hol vagyunk most? Mi ez a terület? Hát tulajdonképpen ez egy sokáig egy ilyen nevelő intézet, állami nevelő intézet volt, és ugye annak a szomszédságára az önkormányzati terület. És hát volt itt vihar, amikor elkezdte az ágakat tördösni, illetve hát ezek a belterületén megnövő nyárfáknak ennek van egy életciklusa. Tehát ezeket időbe kell rendezni, mert utána ebből csak a problémák lehetnek. Ott valami patokmeder van ott a igen, fákon? Igen, ugye azért tudtak ilyen szépen egészségesen így megnyúlni. Igen, volt itt több egyébként. Mi lesz a sorsa a fának, a faanyagnak? Hát ebből részint saját fűtésre, meg hát szétosztjuk, tehát a... Rászorulóknak? Igen. Vannak településen? Hogy mondjam, az a jellemző azért, hogy itt alacsony nyugdíjjal rendelkező idős emberek vannak. Ugye régen... Jó helyre fog akkor kerülni mindenki. Ma már ugye nem jellemző, tehát a fiatalabb generációban most ugye ez a gazdasági fellendülés miatt gyakorlatilag ebből kevesebb rászoruló van, tehát egy 3-4 évvel ezelőtt még ilyen 40-50 közmunkás volt, most gyakorlatilag ez a réteg is el tudott helyezkedni. Tehát most már nem annyira éles a kérdés. Hála Istennek. Na, köszönjük szépen az szépen. Információkat. Akkor esetleg még valamit elmondani. Örülök, hogy itt vagytok. Köszönjük szépen. Megnézzük a bajnokot és mit ezért kontárkolik ott. Mit kontárkoz, bajnok? Mit kontárkodsz? Rakjuk össze a rettőt. Nem baj a kamerázok? Nem, sima. Rakjuk össze a bakot. Ez a jóféle bak, ugye? Jóféle ez bak. Ez a Gábor féle, jóféle. Igen. Így, vagy. Jó, mint a gyári, mi? Így. Hasonló. Azt nézem, ennek elég jó húzás van ennek a fának. Persze, azért megy a bajnok izélni. Leoperálni, így. Hát igen. Hát ugye ezt a villanyvezetéket egyszerűen elcsípni egy vizével, azt akkor nem kellene foglalkozni. Most, ha fölé basztanák egyet most, akkor aztán megoldódna minden probléma. Akkor az összeset húzanánk ide, nem? Csak az nem lenne túl... Etikus. Így van. Vagy patikus. Meg patikus. Na, ő Kálmán. Szervusz. Hello, szia. Ő Ernő bácsi. Igen. Most? Nem. Ha nem? Most már mindig. Ernő bácsi nyugdíjba vonul. Tényleg? Uh-huh. Na. Élvezi akkor a boldog nyugdíjas éveket. Figyelj, menj még nála az a kék stílt. Azt akartam mondani, ez a kék... Már sógornálom, már mindenkinél volt. Ja. Na mi a végén még kitermelni az árat, nem? Az igaz, de még senkinél se termelt. Ja. Nem megy? Megy, begyulad, basz meg, de hát tudod. Kétszer annyit teszik, de 261-es, kétszer annyit. És fel annyi teljesítmény. Hát akkor az ilyen négyszeres ráfizetés. Ez nagyon. Úgyhogy inkább úgy, hogy körbejár mindenkinél. Kicsit. Ja. Olyan, mint a sörös korsó tudod körbejár. Persze, csak hát igen, ebbe is tankolni kell. Így ja. De hatással nincs nagy. Sör legalább van. Jó, megyek föl, pusztítsuk, aztán ha van időd, akkor te is jöhet egy kicsit bikázni, engem. Ja. Bármit, figyelj. Na. Hát nem tudom, azt annyira össze kell vetélni, hogy azért? Azt mondják, hogy a vastag részét, azt mondták a fiúk, a vastag részét az tűzifa méretre ja, egy volt. Tűzifa lesz. Ja, én azt hittem, hogy ez egy 6 méteres. Persze, tudod. Ez nem egy ládafa. Nem ipari fa ez. Ez izélek. Nem, azt mondják, hogy az önkormányzat fogja felhasználni, valamint a rászorulók. Ja, rászorulnak. Idáig van. Kicsit meghűzült az idő, de hát azért ahhoz képest, amilyen évszak van és amilyen hónapot írunk, ahhoz képest egész jó idő van, nem? Ó, tökéletes. Így a időre amúgy panasz nincs, mert januárban mi a idő legyen? Ja. De akkor a fekete legyek ködnének itt. A kocsimba egy előkerült, hallod? Azt most, mikor jöttem. Az annélkül el vagyunk. Üdvözöljük Gábort. Átadom. Reméljük, egyébként ő is üdvözöl titeket. Tudom ilyet is, reméljük, hogy jól tud aludni. majd megszokja. Na jó, megnézzük, mi lesz itt most. Lehet, okay. Lehet valami döntés lesz. Persze, az lesz. Tehát mássza is lenne első, jó? Figyelj, mókus már volt föltük. Jó,
Már egy kicsit én fúztam. Nektek jó, meg a Karminak. Hatályozzál. Yeah.
Mi ez, Krisztián? Ez egy tulajdonképpen egy csúzli, egy big shot, csak az a baj, hogy én ezzel nem tudok lőni. Tehát hát most itt az ideje gyakorolni. Ki kell próbálni. Igen, a Félész Mária filmek az úgyis arról szól, hogy a gyakorlásért. Na várjál. Fedezékbe vonulok. Várjál. Jó. Oda akartad? Egyel föléje, igaz? Come on.
Ja, az a tettünk, ezt a kettőt elteszünk a oldalra. Gyere ide. Na! Au! Egy kis piknik. Húva, de forró volt. És utána megnézzük azt a kamera. Megy a kamera? Megy. Forog? Forog. Ez az önfilmezés. Önfilmezés. Na, tessék, megjöttem. Gyere, majd én meginterjúvolok. Most látod, a Krisztián elmenekül, őt is meg akartam kérdezni. Gyere, Krisz, akarnak kérdezni? Persze. Na, figyelj! Mi történik itt? Itt ez történik, apám. Ez a vegán kaja. Vegán? Az nagyon. milyen növénynek az éve? A szírma vagy mi? Az van. Röfidus eszemlis. De figyelj, ez most az ebéd utáni nasi? Vagy mi? Igen, ez a desszert? Mondhatjuk így is, igen, ez egy desszert. És miért? Ezt akarom már kiúzni belőled. Mit ebédeltünk? Mert finomat ettünk. Na mi volt az? Erőleves. Erőleves? Igen. Meg? Meg nem tudom milyen pudingos valami. Milyen a szemem? Valami olyan főzelék, ami úgy nézett ki. De a főzelék az nekem íz lett. Relatív. Csak kevés volt benne a szárazanyag tartalma, hogy rágni kellett volna. Igen, igaz? Igen. Így. Erre akartunk kiukadni. Na. Meg tudtuk volna inni. Igen, igen. Azért aztán pótoljuk. Tehát a gyors bekarolasztuk előételnek, és akkor kipótoljuk. Ez mi amúgy, amit ez a... Ez egy csonka. Csonka. Süsző csonka. És még egy kicsit följavítottam, egy kicsit hőkezeltem. Hőkezeltem. Ja, tábori körülmények között, persze, ugye? De most milyen fasz? Azért nézzük meg, ott van a kávézás is. Így van. És azt mutasd meg. Micsoda? Ja? Aha. Itt a... Kis paraszt gyerek, terül, asztalkám, szarvaskolbász, őszkolbász. Már megkóstolok. Már egy ilyet, egy szarvaskolbász. Csupzsak meg előkészülnek. Mire készülnek elő? Mesélj el addig közben. Ugye meg van kötve a balról az első kettő, igen, fa. Az elsőt próbálják majd ott hátul lapul a fák alatt. Csörlő. A csörlő. Ezt így a kerítésre párhuzamosan akarják lefektetni, igen, nem? Igen, igen. Hát előfordulhat, hogy sikerül is, mert most az első alkalommal már jól meg van kötve. Ja. Most már árőátvitellel nem lesz probléma. Uh-huh. Másik szerintem ugyanúgy, aztán jön a érdekes, az a hátsó. És mi addigra szétszedjük a jobbról az elsőt addig, ami a kábelok fölött van. Ez a mai terv amúgy? Vagy mi a mai terv? Ez már tegnapi terv is. Már tegnap. Holnapi. Holnapi. Mert ezt két napra szántuk. Ja, értem. Tehát, hogyha máma már bármelyiket még kihúzzátok, vagy kihúzok, akkor az jó. Ma mind jó. Jó van. Megy azért. Eddig még minden maradt. Minden éppen maradt. Aha. Az a lényeg. Kurva finom. Jó étvágyat. Köszönöm. Már megnézem, hogy ügyesenek, rájuk zoomolok. Ugye azt is tegyük hozzá, ez megint csak egy ilyen nemzetközi izé. Összefogásos. Bizony. Ugye? Bizony. Tehát itt Ausztriából vannak szakemberek, Magyarországról és Szlovákiából. És itt vagyunk Magyarországon. De jól el vagyunk dugva. Igen. Elvünk szigetelve teljesen. Marha jó. Júj, figyelj, ez omlik. Ez a... A falusi hot dog. Falusi hot dog. A falusi hamburger. Itt a fatövében remélem a szerszámaim. Na jó, hogy ránt vett a traktor. Na, a végén még csinál nekünk egy filmet. Bazd meg te. Hey! 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 Hall meg! Egyenes! Azért mondtuk, hogy Mohamed, mert a traktor törött. Na, hajrá!
Spannung. Was? Sollen wir noch ziehen oder später? Ja, ein bisschen noch. Okay. Achtung! Thank you.
Krisztián? Művezető úr? Művezető. Nem vagyok művezető, csak szereplő. Szereplő, csak szereplő. Mellékszereplő? Vagy főszereplő? Nem, fő is mellékszereplő. Igen, igen. A vágásvezető. Nem. Dehogy nem, hát te vagy itt a... Jó, hát össze kellett fogni a csapatot. Így van. Na, elégedett vagy a mai teljesítménye? Igen, mai teljesítmény elég. Tehát 10 fánk volt, és ebből 8 sikerült. 5-öt terveztünk, de 8-an sikerült. Így van, így van. Úgyhogy holnapra a többi marad. De az már pikpak megy ezzel a technológiával, ugye? Már előkészítettük már. Ugye a gépi segítséget meg kell említeni, hogy nagyon jó szolgálatot tettek ez a kanalas gép is, meg a csörlős kis csak is. A kanalas gép az egy török gép, a csörlős meg egy koreai. Koreai. Hát gyerekek, változik a világ. De változik a világ, de a csörlős tényleg nagyon jó volt. Ez a bajnok ott lenn még. Bajnok lejött a fáról, nézd meg, úgy néz ki, mint egy ilyen nagy pókhasú kalóz. Azt már benne a zsebébe, bazd meg, mit? Nem láttátok, nem a gyomrom. Jó van. Amúgy kurva jól laktam déva, bazd. Igen, igen, igen. Voltam, mondom, hogy ide ki kéne egyet dobni. Könnyebben menj. Na, akkor összegezzük a dolgokat, akkor jó munkát végeztetek. Biztonságos volt. Szépen. Így van. Igen, tehát a kerítés oszlopok azok mind állva maradtak, megmaradtak. Kábel mind maradt még. Így van, kábel is mind maradt. Mindenki józan maradt. Így van, tehát egy telefonvezetékünk van, meg egy elektronos vezetékünk. Kábel. A patakparti rész, nek a tulajdonképpen a drótkerítés az meg a új anyaggal lesz beborítva. Így is úgyis be volt már nőve. Tehát úgy egyeztünk a polgármesterről, hogy ezt lebontják, hogy nekünk könnyebb dolgunk legyen, aztán ott. Így a legegyszerűbb. Így a legegyszerűbb, leggyorsabb, így volt. Költséghatékonyság. Jó, akkor én elköszönök. Szavaz bajnok! Sziasztok! Akkor köszönjük el, mi is. Minden jót, sziasztok! Szavaztok!